Stúdiólátogatás a Kölcsei Televízióban. Néhány évvel ezelőtt mi is csatlakoztunk a Tanítsunk Magyarországért programhoz, így azok között a vállalatok között vagyunk a Vármegyében, akikhez ellátogatnak a Nyíregyházi Egyetem mentorátjai. Minden fél évben vállalatlátogatásokat szervezünk a gyerekeknek, pontosan azzal a céllal, hogy lássák azt, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre a továbbtanulásukat követően. Így az egyik kiemelt partnerünk az a Kölcsei Televízió, amiránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy már most harmadik időpontot is kellett kérnünk, de emellett az Alföldi Nyomdával van kapcsolatunk, a Nyíregyházi Repülőtérrel, és természetesen a város, illetve a megye számos középiskolájával és kollégiumával, így próbáljuk őket felkészíteni a továbbtanulásra, ami kiemelt célja a Tanítsunk Magyarországért programnak, hogy a gyerekek ne morzsolódjanak le, és hogy minél sikeresebbek legyenek a továbbtanulásba, illetve hosszú távon a pályaválasztásban. A Nyíregyházi Egyetem 2019 óta vesz részt ebben a programban, ma már 9 vármegyei iskola 200 hátrányos helyzetű diákjának segítenek a mentorok. A Nyíregyházi Egyetemről 28 hallgató, míg a Debreceni Egyetemről 6 hallgató vesz részt a programban. A területért felelős kormánybiztos tartott hétfőn nekik előadást Nyíregyházán. A Tanítsunk Magyarországért programban idén is 1000 egyetemista mentorált több mint 4000 általános iskolást, olyanokat, akik jellemzően nem hagynák el a településük határát addig, amíg iskolát nem váltanak, tehát középiskolában nem mennek általános iskolából. És ez az oka annak, hogy ők egyébként jellemzően, hogyha nem foglalkoznának velük egyetemista mentorok, akkor lemorzsolódnának középfokon. Az országos statisztikák szerint több mint a felük 54%-uk nem végez középfokon. Ezért hoztuk létre a Tanítsunk Magyarországért programot, és ezért kértünk meg egyetemistákat arra, hogy foglalkozzanak általános iskolásokkal, mutassák meg nekik 6., 7., 8. korukban a településükön túli világ izgalmait, a továbbtanulási lehetőségeket, a munka lehetőségeket, a kikapcsolódási lehetőségeket. És ez a program működik itt a Nyíregyházi Egyetemen is, és a Nyíregyházi Egyetem egyébként az első négy egyetem között csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz, és azóta is osztopos tagja a programnak, és nagyon hálásak vagyunk az itt oktató tanároknak, és a kurzust és a mentorálást felvevő egyetemistáknak, hogy foglalkoznak azokkal a gyerekekkel, akiknek így sokkal nagyobb az életesélyük arra, hogy szakmát szerezzenek, vagy ha a képességeik engedik, akkor tovább tanuljanak az egyetemen, és aztán a munkaerőpiacon elhelyezkedve a jéghátán is megéljenek, önmagukat és családjukat is képesek legyenek eltartani. A program azon kívül, hogy megismerteti a gyerekeket a továbbtanulási és pályaválasztási lehetőségekkel, kulturális és szórakoztató programokat is kínálnak nekik.